folytatjuk tovább a Fem 3 kávét, és egy picit divatozunk, ugyanis őszi kabát trendeket veszünk górcső alá, itt van velünk Ágost Tombertin, a stylist. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia! Hát aztán igazán mindenféle trend. Egyébként léteznek ma még trendek, mert azt olvastam, hogy minden működik, és minden van, akkor ezek nincsenek is trendek, hogyha minden jó. Ezt nagyon jól olvastad, tulajdonképpen minden működik mindennel, de igazság szerint ebbe az a már semmi se a régi. Régen volt, meghatározhatóan volt, mi a divat, de most komolyan, most meg minden van. Ez bejön, Cynthia Sassonnal láttam. Rengeteg az egyéniség, és így minden egyéniség megtalálja neki legmegfelelőbbet. Hoztam magaddal egyéniségeket? Hoztam magammal egyéniségeket, úgy, mint ahogy már megszokhattátok. Az első modellünkön egy trenchcoat láthatunk. A trenchcoat ugye az minden éven divat, aki nem tudná, mit jelent, ugye a ballonkabát. Nagyon divatos így például, hogyha hátul kötjük meg, de hogyha valaki hangsúlyozni szeretné a vékonyabb dereket, akkor nyilván az övet érdemesebb elől megkötni. Én tudom, hogy most a kabátokról kell beszélnünk, de a lak bakancs az most hódít? Az hódít. Jó. Minden, ami fényes, lak, csillogós, flitteres, sőt, még most olyan cipők is bejöttek divatba, ami gyerekkorunkban volt, ez a világítós talpú. Még kiskorunkban ugye a sarka világított, most pedig az egész talprész. Én mondjuk de imádom. Megvan a gyerek a sötétben, hogyha csámborog. Ez a felnőttek is viselik, ez van a vid. Elsősorban mondjuk én a gyerekekre gondolnék, de tudom, hogy felnőttek is hordják. Szóval szín, fazon nem számít kabát tekintetében. Keki hangulat, ez jó. Igen, olyan szempontból számít, hogy azért figyelembe kell vennünk, hogy milyen alkattal rendelkezünk, mert nyilván, hogyha valaki almaalkatú és hasra hízik inkább, akkor neki olyan darabokat előnyös választani, hogy a has része ne legyen zseb vagy plusz rátét, mert az még inkább nagyítja, oda tereli a figyelmet. Nagy jacket látunk a fiatalemberen, hát ez se túl vastag, mondjuk ebben a mai időben, például a mai napon, hát azért egy kicsit talán fázna is. Ebbe fázna, ez inkább csak ilyen átmeneti, hogy jó hívjuk, figyelmen. Ugye? Igen. Férfiaknál tulajdonképpen, hogyha valaki bevállalós és merész, akkor ugyanúgy felveheti, mint a nőknél a szörmét, vagy bármilyen ilyen feltűnőbb darabot. Mernéd? A szörmét? Nekem egyébként a Jackie Man, amit én téli jacket hordok, annak van a... Jó, az nem számít, de úgy olyan igazi szőr. Tehát írhat bunda is szörmének számít, hát most az nem. Az is annak hát számít. Az már tél, most nem arról beszélünk, ez átmeneti kabát. Átmeneti, mondjuk lesz egy ilyen téliesebb változat is. De fiúk is nyugodtan viselhetnek színeket, különböző mintázatokat, például most nagyon hódítanak az etno mintázatok, a folklórból beemelt elemek, és ezek megmutatkoznak különböző variációkban. Ezeket is nagyon szokták kedvelni, és tele vannak vele az üzletek. És jön a szörme, a galér részen van már. Ez egy casual business. Látható. Nagyon fontos a lányoknál, hogyha olyan kabáthozt választanak, ami alatt nem látszik ki a szoknya. Mert sokszor elkövetik ezt a stílushibát, hogy a szoknya hosszabb, mint maga a kabát, és így kilátszik alatt az... De ez annyira nehéz, mert hogy nyilván az ember nem vesz 10 kabátot, viszont lehet, hogy van neki 10 szoknyája, tehát hogy ez nagyon nehéz összehangolni. Ennél még borzalmasabb. És ezt is láttam egy csomószor már, hogy férfiak elmennek öltönybe a színházba, és felveszik hozzá Jackie-üket. Szörnyű, ne is mond. Zakó, tehát azt hiszem öngyilkosságot. És még hozzá egy edzőcipőt. Mondjuk jó, abból már van, amit zakó, lehet. Kilóg a Jackie alól, aznak annál már nem tudok szörnyű. Botrány. A színpadon megkérdezem, nem, tegye fel a kezét, aki majd Jackie-be érkezett. Szóval visszatérnék arra, amit említettél, a szoknyát, hogyha már van több szoknya a hölgynek, de mondjuk a kabátja rövidebb, akkor vagy fektessen be egy hosszabb méretű kabátra, vagy lehet vele csalni, mert egyébként a modellünkön látható szoknya is hosszabb, mint a kabát, de csaltam rajta, úgyhogy fölül behajtottuk, és ráhelyeztem ezt a vastagabb övet, ami most ugye visszajön divatba, és így remekül el lehet takarni, illetve a szoknya hosszon lehet rövidíteni. Hogyha valaki mondjuk nem tud varni, vagy nem tudja elkészíteni magának. Igen, hát köszönjük szépen ez is. Tehát ezt akkor abszolút meg tudjuk oldani otthon. Az átmeneti kabát egyébként erre is, ha szoboztuk ezt a Jackie alatt az zakót, tehát az átmeneti kabát arra is jó esetleg, hogy alkalmibb megjelenésekkor azért mégiscsak másképpen öltözünk föl, tehát öltöny fölé, egy esti ruha fölé, tehát ez más kabát kell, mi nem hordhatjuk a strapok kabátjainkat, a Jackie-einket, nem? Egy melegebb puffy jacket nem fogunk fölvenni nyilván egy operába. Ez sem operabálos kabát, amit most látunk feltétlenül. Feltűnő. Igazi street style, egy abszolút divatos, lendületes, fiatalos, és most ezek a metál színek óriásian hódítanak. Na ez már. Ez nekünk való. Eddig nem, de most Bettina eltalálta. Felragyogott a tekintetem, igen.
Hát ez, igen, már mindegy, milyen világításon mindig más színet mutatja. Biztos, hogy észre fogják venni. Kellene még a világítós talpú cipő mindenféleképpen. És hogyha mondjuk, mert kicsit ezüstös a táskája, ebben gondolkodunk, tehát hogy akkor az ezüst, vagy az arany, vagy a bronz, meg ugye bejött ez a rose gold is. Igen. Most akkor melyik lesz a fényesek közül a divat? Itt tulajdonképpen mindegyik, sőt még ezeket lehet kombinálni is, csak azért óvatosan, hogy nehogy túlzásba essünk, és too much legyen az egész. Uh-huh. De nyugodtan lehet. Most ahhoz képest, hogy ősz és egy csípősebb az idő, itt úgy láttam, hogy a statisztikánk a modellek alapján, hogy ilyen rövid jackiket hoztál, vagy legalábbis azokat is hoztál, ami hát azért ebben az időben nem túlságosan praktikus, nem? Nem, igen. Megfázás szempontjából. Főleg a lányoknál ugye a veséjük könnyen megfázni. De kislányom öltöz fel rendesen. Így van. Divatosak nyilván a térdigérő vagy a hosszabb kabátok is, csak sajnos ennyi modellt tudtam most hozni, ennyi kabátot tudtam nektek bemutatni, de nyilván praktikusabb, hogyha egy hosszabb kabátot választ az ember, főleg egy olyan időjárásban, ami ma is van. A fiatalok ezt jobban szeretik azért, nem? Még ha megfázás gyanú is van a dologban, akkor is inkább ilyeneket hordanak. Igen, de az a nagy szerencse, hogy bejött divatban a magas derekú szoknya, illetve nadrág, ami valamilyen szinten védi a veséjüket. De bejött divatba a top is. Tehát a crop top. Kint van, igen, a pocakjuk a csajoknak, mondjuk remélem, tök azért jól néz ki. Ilyen időjárásban remélem ezt mellőzik a lányok. Igen, megnéznék minden modellünket egyszerre. Na, tessék, érezd. A bajnotatok végén mindig taps, és akkor gyertek be mindannyian egyszerre. És akkor újra. Megnézzük persze, akkor, nyugodtan. Hogy hányféle stílust is vonatatott fel itt Bettina. Ne hát zavarja titeket a kamera meg a stúdió. Szóval, ami még nagyon fontos, hogyha a lányok ilyen puffy jacket választanak, ami nyilván praktikusabb, mert melegebb, magas sarkúval ne vegyék föl, mert szerintem az horror. Egyetértettek velem? Mindenben egyetértek veled. Amit mondasz, azt aláírjuk. Szentírást. Nem írnánk alá, ugye akkor jól nézni. Köszönjük szépen, Bettina, hogy elosztod a modelleket, és modelleknek is köszönjük a jackiket, kabátokat, balonokat, mindent.